Jó, srácok, tehát akkor Umban stream, a negyedik Umban streamünk, és moderátorokkal közösen megpróbáljuk átnézni az Umban kérelmeket. Egy nagyon fontos dolog van, hogy van egy új szabály, végülis most hát nem új szabály, de máshogy értelmezzük. Ugye eddig úgy volt, hogy aki szabot kéregetett, vagy szabot kért a cseten, ő egyből kapta a permabant. Innentől kezdve nem permaban jár érte először, hanem először figyelmeztetés, aztán TO, és hogyha még utána is csak koldulgat, akkor igen, mehet a perma. Valamint hozzátartozik még ez a történethez, hogy aki Umban kérelmet kért szábkéregítés után, az összeset kapásból elutasítottuk eddig, viszont innentől kezdve, hogyha látjuk, hogy van értelme feloldani, akkor feloldjuk, és visszamenőlegesen az előző három Umban stream embereit, akik emiatt kaptak permabant, azokat feloldottam amúgy. Ezt így megcsináltuk, szóval... Én azt láttam, hogy valakit kihagytál. Volt egy-két olyan felhasználó, akit nem találtam meg. Vagy hát már azt írta a Twitch, hogy nincsen felhasználó, szóval azóta csinált újat, vagy nem tudom. Mindig az a legszebb, hogy amúgy az első Umban kérelem, az pont egyezés. Akkor kezdjük? Amúgy hogy, még erre válaszolok, Baton. Nekem is már bögte a csőrömet az egész dolog, hogy tényleg egy sima szábkéregetés, akár bannolási kérelem feloldását is kapásból elutasítunk, ez egy picit túl erősnek tűnt, viszont így kezdtük el, ezért ehhez tartottuk magunkat. Ja, szóval, és nekem is mindig bögte a csőröm, hogy egy kicsit ez túlkapás, kicsit túl erős a szankció. Most így lesz. De akkor kezdjük. Kezdjük, srácok. Itt vannak az emberek. 22 kérésünk van összesen, tehát nem olyan sok. Első páciensük Hext Bence 6 hónappal ezelőtt lett kérve a Zoomban kérelme. Vagy bannolva? Nem. A Zoomban kérelme lett akkor. Majdnem egy éve lett bannolva. Nem akarsz dobni nekem egy subgiftet? Ezt kérdezte. Mondjuk az a helyzet, hogy nekem azért nem hiányzik a chatről még pluszba, mert visszaolvastam most a chatjét, és csak spamelt előtte, szóval nem tudom, mondták ma, hogy elég szörös szívű vagyok, de... Erős vagy, Kommer, nagyon-nagyon erős vagy. Igen, de... Ja, mondjuk hát... visszahozhatjuk, mert amúgy szeretek téhozni is, tehát hogy én amúgy élvezem. Hát egy év alatt lehet, hogy átgondolt az életét is. Dolgot. Hát de szerintem nem, csak azért írtam úgy kérelmet, nem látjátok meg, hogy benne legyen a negyedik Umban streambe. Mert azért, mert akkor tudta, hogy az volt a szabály. Tudta, hogy az volt a szabály, hogy egyből nem elutasítjuk. De én amúgy feloldanám, most ez nincs olyan semmi olyan komoly dolog, most érted, egy éve majdnem ki van bannolva a srác. Hát, de az az egy év, az milyen kellemes volt, nem is hiányzott. Jó, Neszti, ne legyél már gonosz. Na, innentől kezdve gonoszságot nem tűrök el, mindenkinek meg kell bocsátani, akinek meg lehet. Játszottál már, Lucky, és ha igen, akkor milyen volt? Mivel? Várjál, még egyszer megkérdezem. Ötször. Hát azt mondom, nézd vissza az előző cseteit, a Crew 2-vel játszottál, ha igen, milyen volt? Még egy ötször megkérdezem. Tehát legalább úgy spamelt, hogy várt, tehát hogy az meg lehet beszélve, hogy várjon valamennyit. Egy percet várt, mondja, Jós. Egy perceket várt. Ja, mindegy, oldjuk nem fel. Nem ott gyorsan a kontrollét, tehát hogy amúgy nem. Ja, egyet értetek, hogy feloldhatjuk a srácot? Nyugodtan jöjjön, igen. Nem? Igen. Jó. Na jó, egyetlen. Meglepi, mert amúgy arra számított, hogy el lesz utasítva. Jó. Kecskebek 5 az első. Annyit üzent, hogy csicska geci. És ezt én bannoltam. Ezt bannoltam. Nem lesz több ilyen, azt írta a kérelemhez. Ez az egyetlen egy üzenete a csávónak. De amúgy... Nem, de ez nem is volt ilyen előtt. Ja. Lehet, hogy csak félreírta, és igazából, mivel ugye csicsának hívod a macskák. És a másik szó, az mi lehetett? Arra haragudott meg valamelyik. A csicsára haragudott meg.
Nem is tudom, nem fogadt el az ötletet. Igen, igen, így van. Mi legyen a sorsa? Az autokorrekt volt. Nem, hát amúgy legalább nem azt írta a srác, hogy a tesója volt amúgy, csak tényleg az a baj, nincs más üzenete. De tehát, hogy ezt így megírja, hogy nem lesz több ilyen, akkor igazából szerintem jöhet, aztán majd egyből bannoljuk, ha ugyanezt csinálja, tehát nem végtelen. Ja. Nem oldanám, de... Nem? Hát amúgy én sem, tehát aki elsőre csetel és csak egy ilyet ír be, azt hát, szerintem... Azt szerintem felesleges. Lehet, hogy egy annyira rossz napja volt. Mondjad, Komár. Azt mondom, ez nálam is kalapkovát szevasz, de így nem. Ja, Istenem! Keep the tiltáska? Az igen. Látod, látod. Katinka jó ember. Katinka kancs. Megmondja. Az a baj, én azért akarok mindenkinek... Figyelj! Nem tudom. Lehet, hogy éppen harcoltam egy zombival, és a zombi megütött, és neki üzente, érted? Ne, az a baj veled, az a baj veled, ez Laki, hogy túl volna, ilyen vagy. Naív. Igen, te túl kedves vagy az emberek, hát aki megérdemli, hogy bannolják, az maradjon is. Ez az én bűnöm, hogy túl kedves vagyok. Most hát ez az én keresztem, ez cipelem egy életen át, nem tudok ezzel mit csinálni. Nem, amúgy tényleg az a baj, hogy egy üzenete van, ami ez, és mondjuk lenne esetleg több, ahol jó, normális. Jó, oké, egyetértek. Egyetértek, akkor elutasítjuk. Ha lenne egy, legalább egy CIA lenne azon kívül, feloldanánk. Ugye? Hát, így van. Így van. Tehát, hogyha úgy írta volna, hogy szia, te csiska, geci, az meg. Bocsánat, kicsit kifargattam a szalajdet. Jó, megbeszéltük. Argentina, Hollandia eltaláltad rendesen, subgiftet lehet kapni? Hát ezt megbeszéltük igazából, hogy micsoda spamek vannak itt, azt a betyárján. Azt a mindenit. Na ezek pont azok az üzenetek, amik annyira tudnak idegesíteni stream közben amúgy. Na most akkor hirtelen érdekel a spamelés. Na. Amúgy igen, de 12. hó 9-én december 9-én tök jól beszélgetett. Volt egy jó napja a csávónak. Tényleg? Hát de csak kérdéseket tett fel. Azt akart, hogy válaszolj neki. Ja. Véletlen megtalált. Jó, figyelj, amiért ki lett tiltva a srác, a subgift kérés. Ja, amiért ki lett itt a subgift kérés, ugye az mostantól megbeszéltük, hogy aki ezért lett kibannolva, amúgy annak jár az új esély. Szóval szerintem oldjuk fel. Hát ez nem meg amúgy, hogyha... Mert tehát direkt hazudik még a requestben is. Kimaradt az, hogy csak kíváncsi, hogy csak kíváncsi voltam. Hogy lehet subgiftet? Hogy kaphatok subgiftet, azt akartam megkérdezni. Hogy subgiftet... Subgiftet hogy lehet kapni, aha. Jó, hát nyilván kamu. Na jó, ez akkor egy szavazás lesz. Megyünk sorba, Réka. Miért velem kezdünk? Hát nem tudom. Szerintem feloldhatjuk, hogyha csak a szábít miatt. Oké, okay, egy feloldás. Eszti? Jó, akkor oldjuk fel. Hercen? Én feloldalám valami olyan szöveggel, hogy ne hazudj a kérelemben, de kapsz egy esélyt. Jó, az eldőlt. Amúgy Herzog, nekem így ízés, így pattog a hangod. Az csak én hallom úgy. Mindenkinek pattog a hangja. Igen. A Herzog mindenkinél ilyen. Ja. Na, de jó. Mint hogyha ilyen... De amúgy... Igen. Furi. Mint hogyha fel lenne gyorsítva olyan a hangod, vagy nem tudom. Igen. Ez a mobilnet miatt lehet, megpróbált lecsatlakozni. Az lehet amúgy. Lehet, hogy az én megyek el. Az lehet. Na mindegy, jó, feloldjuk. Én csak annyit akarok mondani, hogy amúgy nem biztos, hogy hazudik, mert velem is van olyan, hogy írok valamit, de kimaradj belőle nekem egy is. Szó, szóval ez nem biztos, hogy hazugság. Ez legalább okos kamuját még nem láttuk, nem? Kevesebb. Változott valamit a hangom? Nem. Na, a következő emberünk
Ja, hát ez egy troll account. Jó, nyilván, amit beírt az alap... Van, mert igazából ezért a csatornádat is megrángathatják. Jep, azért is igen. Meg igen, azért látszik a kérelmem is, hogy Pov kistesó volt, ha hiszed, ha nem. I don't know, man. Mondjuk, amit szeretnék egy ilyen bedesz kistesót, de... de akkor is... De várj, akkor is, hogyha valaki ennyit ír a feloldási kérelembe, hogy kistesó volt, ha hiszed, ha nem, és nem azt, hogy mondjuk bocs, kistesom volt, és nagyon szeretném mondjuk látni a csetet a streamek közben, attól függetlenül, hogy nem csetelek, szóval kérlek szépen oldjatok fel. Tehát, ha ennyit ír, akkor feloldom, oké, de még egy mondatot se tudott összerakni. Én ezt nem oldanám fel, te mit mondtok? Ops, csóró, Vixusnak nem szóltunk. Szerintem is van. Micsoda? Mi a Vixussal? Ja, hát, igen. Réka nem szólt a Vixusnak, hogy... De nektek is szólt, hogy szóljatok, én hajat mostam. De mit kellett volna szólni Vixusnak? De legalább én válaszoltam 10 ember közül. De hol kellett volna válaszolni Vixusnak? Hát, messengeren. Ja, hát én azt nem láttam. Megígértük neki. Ja, hát akkor írjatok neki, hogy már megy, siessen. De már itt van a cseten. Vica! Jössz? Bocs, mit is szeretünk. Gyere, Vica! Túl sok a mély hangú gigacsedit. Kik vannak a hívásban? Itt van velünk Réka, itt van velünk Eszti, Hercön, Candy, Kommer. Na, mindegy, közben menjünk a következő. Menjünk a következőre. Közben Levente Herceg kérdezi, hogy kinyalnám-e. Én igen. Állítólag ittas volt. Alkohol hatás alatt megkívántalak, ne haragudj. Jó, hát ezt megértem, mondjuk. Tudnék én is. Nem. Most ilyenekkel mit kezdünk? Levi. Ne csesz ki vele. Hát igazából az a helyzet, hogy amikor Mottalinot megittunk pár sört, akkor én is nehezen bírtam már magammal. Ez hülye. De amúgy egész jól vissza tudtam fogni magamat. Szerintem. De csak azért, mert tudtam, hogy lassan nős ember vagy. Ja, igen. Köszönöm, megtisztelsz. Szerinted, Eszti? Szóval szerintem amúgy ez is ugyanolyan, mint az előző, aki csak egyszer írt, és akkor is hagyja azt, hogy az ilyen kapta halt. Tehát, hogy ilyet nem írunk. Szóval szerintem utasd is rá azzal, hogy nem, bocsi, az kész. Rendes requestet. Nori meg beírja egy új esélyt neki. Ez is bolond ez az ember. Mi van a requesttel, Candy? Ez normális, ne haragudj meg ilyenek. Tehát... Amúgy egy ne haragudj legalább van benne. Jogos. Ne hagyj már felhagyjuk, hát ne szírősít a trollság a profi. Amúgy imádom az ilyen embereket, mert az ilyen kérelmekért érek, ezeken szoktam röhögni. Rossz pillanat, hát igen, vicces, de érted, hogyha... Oké, nem egy csetelő csávó, szóval ilyen lörköl, mondjuk, hogyha teszem azt, még nézne. Akkor hát az a kérdés, hogy érdekli a chat, érted? Szia chat, sok sikert mindenkinek az umbanhoz. Remélem, jól telik a napotok, mosolygós. Az érdekli, hogy tudjon egy kicsit trollkodni, aztán max. Jó, akkor elutasítsuk. Megint beírja, hogy most meg nem... Írd meg neki, hogy nem vagy nem jót, hanem szívott. Ja, nem az eseted. Igen, hogy csak az a baj az érbannolod, mert nem jött be. Ja. Ne haragudj, de nem vagy az eset. Vagy házas vagy, hogy tényleg, ezzel is szerintem ugyanaz a probléma, hogyha nem ez az egyetlen egy üzenete lenne, hanem lennének mellette normális üzenetek, akkor adnám neki a második esélyt. De tényleg ilyenkor, amikor nem látunk mögé semmit, hogy milyen ember lehet, vagy milyen csetelő, akkor így, ja, lehet így kevés akkor. Jó? Egyetértetek? Jó. Igen. Jó. Szabi, amúgy közben köszi szépen a Prime-os 14 hónapon, közike. Dagat vagy, küldjél pénzt, milyen hosszú lesz a live, nem sokára meghal a csaj. 5 éve volt konkrét. Milyen csaj?
2018-ban lett kibannolva! És most jutott eszébe 19-ben. Ja, 19-ben, bocs, de 18-ban mi? 18-ban írta chatre, de 19 mi? De 19-ben bannolták. Igen. Ezt én se értem. 18 február 28-án írt utoljára, és 2019 július 26-án bannoltam. Hát látod. Valami nem stimmel. Chatről meg úgy néz ki, mintha egyből bannoltad volna. Kedves moderátor, évek óta nem használtam a Twitch-et, most már komolyan veszem a chat szabályait. Legyen, amúgy oké. Okay. Hát ha igen, amúgy nézzük, azóta eltelt egy pár év. Még dagadtabb lettem. Oké, várunk vissza. Naruto fan. Na. Egy faszért kapott Tempitől egy permabant. Így azért egy kicsit félreérthető volt. Na. Valamikor Rocket League-ezünk egyet, beváltom 1000 tokent, de nem vette részre, nemrég beváltottam 1000 token a semmiért. Subnautica Below Zero, miért nincs ütemezés a Twitch-en neked, miért nincs ütemezés a Twitch-en, kéne majd az ősfa körül ilyen mocsaras víz, jó étfasz. Ez egy olyan szép történet. SNF simán lehet unbannolni. Szerintem. Már amúgy végén írtam amúgy. Igen, ja. Én erre emlékszem, amúgy erre a banra pont emlékszem. Emlékszel erre? Igen, Watch Time-ot spameltünk éppen, és egyszer csak becsúszott egy fa. Ja, tyúztátok fel, ti idegesítettétek fel szegény Naruto font. A videó végét ért... Akkor viszont moderátor ellen. Jogos. Videó véget ért, és elég hülye voltam most, mert random beírtam egy csúnya szavat. És én nem... Húha, ezt nem halljuk. Az jó. A internet jó, kiment az ablakon. Jól van, hogy a gyerek hadd ki magát egyszer. Azt... Szerintem őt fel lehet oldani. Ez egy szóval nem egy olyan nagy bűn. I guess. Szerintem is oldjuk fel. Ja, az én internetem az visszatérő vendég, bocsánat. Nice. Jó. Alma kapott 600 szeket. Kétszer. Ilyen Lucki visszajött. Fuck you! Nem tudom, mit jelent az angol szó, a bátyám mondta, hogy írjam. Krumpli. Szóval valamit kellett hinni. 2010-es a csávó. Annyi idősen szerintem én se tudtam, hogy mit jelent egyébként. De lehet, hogy nem a bátyja, vagy valószínűleg nem a bátyja mondta. Valószínűleg nem ő mondta nyilván. A 2010-es csávó 12-13 éves volt, mikor ezt beírhatta. Ja, 13 vagy 14 amúgy, mert hogyha mondjuk január 10-ei, akkor már 14. Na mindegy. Ja. Amúgy ez január 23-án hozta létre a fiókját, és már 25-én van volt át is. Ja, mindegy. Én amondó vagyok élet. Neki, hogy oké, okay, fiatal, és amúgy már elmúlt 13, szóval Twitch szerint írhat is a chatre. Igazából tanuljon ebből a banból, aztán hát az jobban fog viselkedni. Ja. Oké. Okay. Szerintem is. Próbálj meg okosabban viselkedni, kérlek. Jó, vitamin narancs. Szólj Predi 10 per kérdőjei Minecraft, PSG Bayern lesz mész meccsre, látod már a véget? Kutyak. Ezt kutyak. Miért? Kutyák. Szerintem itt is egy Watch Time spam lehetett, nem? Itt a végén aztan titeket lekutyázott, vagy én nem tudom. Igen, amúgy erre is emlékszem. Sziasztok! Erőt egészséget szerencsétlenül. Ugyanez volt? Lukik számán.
Zseniális, hát amúgy... Jaj, imádom. Jogosan lettem banova, megértem, ha nem leszek feloldva, bocsi. De ő legalább belátja azt, hogy hibázott. Felismeri a hibáját, és bocsánatot kér. Több se kell, őt oldjuk fel. Nem is. Szerintem is. Jó, feloldjuk. Valóban nem kellett volna kutyázni, de üdv újra, mit tudom én. Nocsa. Na, ezt a következőt olvassa fel valaki. Én nem merem megy a neten. Jó van. Addig megköszönöm akkor Alfonza a 10 hónapodon. Neked is, köszi szépen. Kösz főnök. Hát igazából fölösleges feladani azt kérte, hogy rédeld be. Tehát, hogy így ja, bár mondjuk sör itt így elgondolkozott, hogy mi legyen, mert először 600-at adott neki, aztán bont. És nyilván csak egy barátja mondta neki, hogy hang megcsinálni, hogy rédet kérjem. Aranyapám. Lucky a best a YouTube-osok közül, aki nem iratkozik fel, az die. Wow, az úgy erős egy kicsit. Kicsit agresszív, igen. De a live felszerelés az ITB. Impossible to break. Jó az aimet, kirázott a hideg. Elkezdesz streamelni tippet akart kérni, és akkor utána meg egy raidet. Hát, fiáj, most... Csak egy barátom mondta, hogy hang vagyok megcsinálni. Ne! Azért mondom, hogy akkor szerezzem másik barátokat. Csak melyik. Jó. Hát, vagy mit... tanuljon meg nemet mondani. Csajok, bevallani mit mondtok? Hát, én azt mondom, hogy szerintem ezt el kéne utasítani. Szerintem is azt mondom, hogy... Réka, te se bocsátanál meg neki egy alkalom, most érted? Hát, egynél többször nem is lehet valakit bonnulni. Nyugdom már, nyugdalom! Hát nem tudom, mikor lett bannolva? Vicces is azt írja, hogy bann. Jó, hát vicces itt sincsen. Ki az a vicces? Mindenki azt írja a cseten, hogy bann, szóval. Jó. Ó, Istenem. Jó, hát akinek megenyhült a szívem, érted, mert azt írta, hogy a legjobb. Amúgy tényleg. Ezért feloldom. Meg jó az én nem. Amúgy. Lelki befajált. Itt bókol egészen. Lehet, ennek is bejössz. Legalább írna egy őszinte kérelmet. Tehát, hogy... Azért mondom, ez van. Instant. Igen. Csetre ne hárítsuk a felelősséget. Egyes vagy kétes? Mindegy. Csá, Laki, mekkora a kuki? Sajnálom, hogy ezt megkérdeztem. Azt hittem, hogy vicces, rájöttem, hogy nem. Szeretnék umbant, mert szeretnék beszélni a csettel. Sajnálom, ha megsértettem bárkit is, vagy akár Lakit. Köszönöm. Ezt úgy kellett volna felolvasnod, hogy Csá, Laki, mekkora a kuki. Akkor e-mail. Amúgy ilyen nagy költész a gyerek, csak meg nem értett. Csak a HyperX időben nincs chat, smooth follow age, és miért kell meghallgatni, csók, watch time. Ez hát, jaj, itt csetelget. De hogy azt írja, hogy szeretne beszélgetni, nem sokat beszélgetett. Lehet, hogy most jött meg a kedve hozzá, én őt feloldanám, annyit elmondok, mert amúgy nagyon, ez eddigi legnormálisabb umban kérelem üzenet. Nekem is szimpi. Amúgy kivételesen nekem is szimpi. Off-back járját, kommer, az igen. Jó, feloldjuk. De csak azért, mert ilyet egyszer, hogy kevésbé józan állapotomban én is beírtam majdnem a csetre. Meg az csak Csá, Laki, mekkora a kuki, amúgy szerintem erre én nem is adnék amúgy bant, hozzáteszem. Ez szerintem egy kicsit túlkapásos. Igen, egy 10 perc bőven elég lett. Ja. Szar volt, ezt üzente Ice Cube, ne!
Mi volt szar? Bocsátot kérek, voltjatok fel, PLS. Ez szerintem, hogyha már követtük azt a tendenciát, hogy egy üzenet alapján nem oldunk fel senkit, akkor... Én bannoltam. Igen, ráadásul te is bannoltad, ez... Hát ez az... Ez egy üzenet, az is milyen üzenet volt. Jó, de ez lehet, hogy csak egy based csáva, érted? Mert lehet, hogy tényleg szar volt. lehet, hogy szar volt. Ja, én emlékszem, ez a fa építős stream alatt volt. Másik volt 17. Nem, hogy jó. Amúgy jogos, van benne valami, érted? Hát de jó, ami szar, azt nem nézem. És bocsánatot kért, az fontos. De végignézte a streamet, vagy csak így idejött az utolsó, ilyen két percre is beírta, hogy szar volt. Tehát vagy végignézte, vagy izé. De ami szar, azt meg nem nézem. Nem kommentálom. Értem, értem. De én sem vagyok egy nagy csetelő, érted? De amit Fortnite Noémi Girl is ír, mivel bocsánatot kért, én ezért feloldanám. Mert tudta, hogy milyen volt, és lehet, hogy, és érted, lehet, hogy tök szar lenne neki most a streameket nézni úgy, hogy nem látja a chatet. Mert amúgy sokat hozzátesz általában a streamekhez a chat. Igen, látom, hogy van itt több millió üzenete, és pont ezt az egyet fogtuk ki, de szerintem ez akkor is. Bágos a Twitch. Bocsánatot nem kérni, kell kiérdemelni. Yeah. Közben itt a chatről felolvasnám, hogy bocsánat, ficus, hogy nem szóltam. Látod, semmit sem jelent. Ezt üzenik, szóval. Sziasztok! Két hónapos lett a bébim. És amúgy meg... Várjátok egy picit. Ficussal vagyok szívben. Szilárd, köszi szépen. Köszi szépen, Arizón. Szóval amúgy én egyetértek Eszter Mesterrel is, hogy amúgy ez a bocsánat kérés is elég lame. Szóval... Igen, tehát nekem, aki azt írja, hogy PLS, hát az a annak nem kérlek, hát az a kérleknek a rövidítése. Igen. Ja. Bocsánatot kérlek, oldjatok fel, kérlek. Így már jobban hangzik. Hát így jobban hangzana, de nem ezt írta. Szerintem egyre szarabb hangzik. Hát, de kiír egy PLS-t, egy hivatalos szöveg. Ez, jó azért. Ez milyen hivatalos szöveg? Tett volna hát, legalább akarod, egy felkiáltó jelet a végére. Ez már túl van beszélve. Szerintem is túl van beszélve, hát csak fel kell oldani. És most teletted. Szerintem el kell utasítani. De érted, csak annyit írt, hogy szar volt. Ez más, mint a csicskás hozzászólás. Szerintem is. Megbocsátottam neki, bocsánat. Oké. Még egyszer a cseten. Semmit nem csinálva kibani. Ambrus Benedek a következő. Molesz Réd, például Icebus Bence, Tamás kikérdezett. És ezért Wizard adott neki egy permabont. És teljesen normális a kérelmet, tehát szerintem ez egyértelmű. Már megbántam, egy éve volt, és már változtam. Írhatnám, hogy tesóm volt a WC-n, amikor szült, és a telefonom le volt merülve, de nem hibáztam, köcsög voltam Tamással, tőle is bocsánatot kérek, remélem unbannoltok, bocsász, Lucky, Modik és Tamás. Ez korrekt. Szerintem az átunkban. Tamás is köcsög mindenki veled. Amúgy ezt Tamásztól én is sokszor megkérdezném, hogy ki kérdez? Szóval. Ja, feloldjuk. Semmi baj. De örülünk, hogy megbántad. Hatalmas. Akkor reméljük a tesója a lány, hogyha... Na nézzük, hát ezt kiolvassa ki. Mindegy. Én elolvasom szívesen. Én ezt már nagyon sokszor elolvastam. Na akkor Hercen, pereken. Azt írja, hogy szia, Lucky, ezt az üzenetet viccből írok. Azért, hogy kibannoljatok. Tudom, hogy nem fogtok unbannolni, mert ugye elmondtad, hogy aki direkt bannoltat magát, az nem lesz feloldva. Amúgy is én egy másik fiókom, van egy másik fiókom, ahol már régóta követelek. Sziasztok. Figyelj, elárulhatnád, hogy melyik a másik fiókod. Én nagyon szívesen kibannolom azt is. Miért van egy rosszakorú barátja a szobájában? Kedvenc videósoljunk.
De ugyanezt az üzenetet, ja nem ugyanaz, de ugyanezt az üzenetet spamelte decemberben, meg márciusban is. Hogy? De amúgy hát így. Ott van a kérelemben, hogy... Hát igen, csak senki se olvastál visszafele, hanem mindig kapta a 600 szekek. Ha visszafele olvasod, akkor egy értelmes szöveget kapsz további szép napon. De amúgy, de ki az, aki ilyeneket ír? Hát kinek van ideje live alatt visszaolvasni? De ez hogy értelmes visszafelé? Hát olvasd el visszafelé. Szia, Luckei, ezt az üzen... Ezt eddig jutottam. Igen, én is. Viccből küld, és a többi. Jobban tudta olvasni. Jó, figyelj, én ezt az ötet viccből írom azért, hogy... Ja, hogy Herzog... Ja! Azt hittem, te ezt a szöveget kitaláltad, vágod? Hogy itt... Hogy ezt írtam visszafele. Ja, hogy Herzog... Kitaláltam, csak leírtam. Ja, de én azt hittem, tudod, hogy csak valamit költ ezt, tudod, hogy a... halancsát itt átköltöd. Na mindegy. Jó, figyelj, én szerintem oldjuk fel azzal a tanulsággal, hogy ne spameljen hülyeségeket. Mit szóltad? Hát de ő is írta, hogy... Igen, ez szerintem... Ez volt a szabályunk eddig, hogy aki direktben mondhatja magát, az úgy is marad. De hát, hogy ezzel szembe köpjük az elveket, ismételtem. De lehet, hogy mondjuk az őrösszegű. Ja, igaz, nem, mondjuk, jogos, jogos. Nem, kiállunk az elveink mellett, szóval. Jogos, tényleg, el is fejtettem az üzenetét, megmondom az őszintét. Jó, elutasítjuk, megint hogy... Megint az, hogy te a susnyásba, hogy azt írta, hogy te vagy a kedvence. Ja. Elutasítjuk. Nekem bókolni, azt csinálsz, amit akarsz. Fú, mi baja volt itt angyalnak, basszus. Ú, itt is becsúszott egy fasz. Hát, Így is. Nem tudom, ja. Ki lettem tiltva a közös beszélgetésből jogosan, hiszen ezen a fiók csúnya szavakat használt a nyilvánosság előtt. Kollégista vagyok, az igazság pedig az, hogy felkeltem a laptoptól elintézni valamit, a szobatársaim pedig éltek a lehetőséggel, és írtak ide. Amennyiben lehetséges, kérném szépen a feloldozásomat. Üdvö. Amúgy ehhez annyit hozzáfűznék, hogy amíg én voltam kolis, és ott hagytam a laptopot a szobában, amíg 100-an voltak oda bent, én lecsuktam, meg úgy hagytam ott, hogy nem lehessen ráírni. Igen, igen, én is egy Windows L billentyűparancsot ajánlok. De előtte majd normális minden, nem? Mondjuk jelölget nagyon. Fogjuk rá. Mondjuk a születésnapomon felköszöntő szóval. Akkor megy az Zoomban. Szia, örülünk, hogy megbántad. Eszti következő születésnapját se felejtsd el. Jó. Különben bannoljuk megint. Círmi valakit reklámozott. Megbántam. Hát ez szerintem elutasítás, nem? Igen. De. De hogy itt már ilyen könnyen megy, amikor reklámozik? De amikor is ilyen szar volt, az... Ha azt írva, hogy szar, az jó. Ha valaki promózik, az nem annyira. Nem tudom, én így gondolom, de ha másik gondoljátok, mondjátok, és akkor megbeszéljük. Nóri azt szeretné, hogy kibannoljam, hogy írhasson még ilyen üzenetet még ma. Na, valaki valami hozzáfűzni való? Hát, ez szerintem egyértelmű, hogy elutasítás. És itt jó. Is egy üzenet van, mint a többinél, amit nem fogadtunk el. Igen, és az is üzé. Igen, ez kapott. Az itt a promózás szóval. Egyértelmű van. Nyilván csak kötözködök. Jó. Csicska, ez az egyetlen üzenete, véletlen volt, bocsi, Luki. Véletlenül végignyomkodta a billentyűket, hogy CSKA, és lenyomta az Enter-t. Véletlenül, teljesen. Velem is megtörtént. Velem is amúgy igen, megszokott esni, hogy baszkjelet írok le, amit nem kéne. Véletlenül. Igazából ugyanazt a kört futjuk itt is, hogy... Ez is egy üzenet. Az is olyan, hogy
hogy ilyen kapta. Ez elutasítás. Biztos. Én már tovább nyomtam a következőre, szóval én biztos vagyok benne. Igen. Szerintem is. Hát ez mi a geci lesz? Szopjon be a szátokat, fiúk. Hát... Szerintem ez is elég egyértelmű. Bocsi. Bocsi. Igen, még a Téóban se tanult. De nem, igen, amúgy kapott egy perces kitiltást. Jó. És Sör csak utána bannolta. Na ez szerintem tényleg tipikusan az az eset, amikor látod abból a három üzenetből kettőből, hogy esélytelen a pali. True. De azonban kérem, akkor is tetszik. Bocsi, ja. Egyszerű, tömör, lényegre tör, ennyi. Ja, megbánta. Figyelj, várjál, az előzőekből tanultam, hogy hogy kell kedvesnek lenni. Én úgy láttam, hogy megbánta. Végig gondolta a szöveget. Nem fogja se a kutyájára, se a macskájára. Se a szobatársára. Jó. Na takarodj, kuka, PS, Bami. Three, no. Jó van. Na kommer. Jó napot, nagyon sajnálom, hogy ilyen modor talanul viselkedtem a chat, en még egyszer is sajnálom. Ú, te, hallod? Erre is nagyon emlékszem erre a bannomra. Te Jézusom, úgy bealudtam a cseten éppen, érted, így már ilyen félállapban voltam, éppen pislottam, és akkor mindenki írta a kendék is, hogy nem akarja valaki végre kidobni a gyereket? Én meg így, hopsz, ja, de itt vagyok. Erre lehet, hogy még én is emlékszem. Nem tudom, mit jelent az omdaki, ami... Hát ez egyértelmű szerintem is. Tehát, hogy a not akarod, ott már egy TO, please ban me, ott már egy ban, és utána még tovább. Ja, ez, ja, így kérte a pont is, és rá is szolgált, vagy rá is játszott, érted, hogy kapjon. Direkt rájátszott, igen. Ez valószínűleg egy, ja, sima troll. Nem? Hát, yes. Semmi baj, de attól még elutasítjuk. Erre emlékszem, az akkor volt, mikor az Inter akkor játszott, mikor stream volt, és mondtam, hogy aki elszpoilerezi a meccset, annak mehet a perma. Tudja a nevet. Én ezt már nagyon sokszor elolvastam ezt a kérelmet, tehát hogy ő később jött, mint hogy ezt hallotta volna, és csak így be akart neked szólni, hogy halló, amúgy így áll a meccs, hogy hát, ha nem tudod. Felolvasom, jó, hát, akkor szia Lucky, valószínűleg a meccs eredmény beírása miatt kaptam a ban, szerintem már egy éve történetet, szóval pontosan nem emlékszem rá, de valószínűleg azért írtam be, mert Inter meccs volt, és te Inter szurkuló vagy, remélem feloldod a permát. Permán nem érzem jogosnak, de lehet tévedek. Hogyha nem jutott el hozzá az információ, elhiszem, hogy nem érzi jogosnak, és amúgy voltak már ilyen umban kérelmeink, és itt mindenkit feloldottunk eddig amúgy. Szóval ez egyértelmű, nem? Yeah. Őt még én is megsajnáltam. Kicsit. Minden... Ja. Leírjam neki, vagy leírom bár gyorsan, volt egy olyan mint az, szabály. Hogy én is megsajnáltam. Jó. Valaki subgif, viszont előtte kérte egy olyat, hogy ban me. Igen, ez is egész egyértelmű. Hát de most ez mi? Igen, a hashtag-eket is kért, meg valaki szab. Szerintem fét is a büntetés, vagy nem tudom. Nem tudom, mikor mi lesz le. Bocsi, csak hát az unokatesomnak, a testvérének, az apjának, a testvérének, az unokájának a kis hölcsöge írta. Kappa. Elutasítás. Ja, ezt amúgy megfejtettem, az a fiának a hölcsöge. Az... Nem bírom már. Kérek, 600 szaket. Nem az a ria hibás,
Wiki sub, sub. De hogy nem lett ez előbb kigondolva ez a csoda, ez a jelenség, ez a... Csinálj farmot. Ez a valami. Még velem is beszélgetett, hogy IDK, meg valami szomorú fejet írt, azt a mindenségét. Hát gondolom írtad neki, Viszpeg, hogy nem kaphat szeszeket. Ja, biztos válaszolta neki, hogy nem kaphat, ja. Hát jó. Na, mit mondtok? Mire én az eredmény? Valaki írja a cseten, hogy Azoriát is helytelenül írta. Gyümölcsleves. Igazából... Szóval, amúgy ez döntő ok, hogy szerintem... Várjta, van olyan üzenete, ahol minden helyesen van írva? A sziasztok. Várjta. Te csinálj farmot, azt elfogadnám. Ékezet, meg a felkiáltó jel hiányzik. Ékezet ilyet. De ha ékezetért bannolnánk. Jó, nem, persze, nem, csak, hogy meg, érted, valamilyen kapaszkodni, hogy... Helyesen leírta nekem a szomorú fejet. De még a szeket se tudta helyesen leírni. Nem. Jó, szerintem akkor, na, mit szeretnétek? Mert végül subgift kérésére... Oké, egyértelműen van. Maradjon akkor a ban? Szerintem is. Igen. Egyetem. A télánser vírusos, igen. Nagyon jó kérdés. Semmi baj. Dominik! Hali, én most jöttem. Mi volt eddig? Szia, Laki, légy szíves, bannolsz PLS. A bannolást azért kaptam, mert azt hittem, hogy bannoljatok, kérlek, de azt a haverom írt az hivatásból. Akkor ezt szerintem egyértelmű, hogy ezt elutasítjuk. Akinek ilyen barátai van. Azt írja, hogy azt írtam. Utána azt, hogy nem ő volt. Amúgy tényleg ott a logikai bukfence. Hát de jó, érthette úgy, hogy a cseten az úgy nézett ki, mint hogy ő írta volna, de közben érted, a billentyűzet mögött meg már más volt, szóval. Hát az a baj ezzel is tényleg, Dominik, basszus, hogy hogyha vállaltál volna felelősséget, vagy legalább, nem tudom, nyilván ilyenkor mindig benne van az emberből, potroszkál, hogy mi van, hogyha igaz, de szerintem az esetek nagy részében nem igaz valószínűleg. Csak felelősséghárítás. Pontosan. Értékelem a próbálkozás, de hát ez kuka. Hát ja, ez meg a kettes alászintet séri, meg ez egy egyes film. Ülj le. Igen. Ja, meg az üzenetei alapján nem úgy tűnik, hogy olyan nagyon sokat szeretne csetelni, na. Mondjuk így. Szerintem is megvan a cset nélkül, és a cset is nélkül igazából. Igen, nekem felsőtünk a hiánya például. Jó, van kettő új kérésünk. Van egy 31 perccel ezelőtt kért a Mátyás, aki gondolom most itt van a streamen. Emote spam, még ki akarja, mert kifogott. Kommer kitiltotta, az ok sokszori TO-ból sem értett Csóri. A kistesom beleírt, pedig szóltam, hogy ne csinálja, létszi, oldjatok fel. Én beleírt a kistesója. De én nem értem, hogy miért kapott TO-t amúgy. Hát értelmetlen... Tele van spamelve az egész. Hát nem tudom, ilyen... Nem ilyen... volt építő jellegű, amiket írt. Ilyen kicsit ilyen idegesítő a stílusa, vagy nem tudom. Valószínűleg rosszabb napomat fogta ki ő is, és akkor nem bírtam a sok ilyen emojit, meg az izé, meg az, hogy be van írva egy kebab, meg mit tudom én. És pont nem kívántod a kebabot. Igen, éppen nem voltam éhes, aztán... Nem idegesítő, csak még fiatal. Az ugyanaz. De bár... voltam, hogy a mézetevet úgy látom. De amúgy ennyi emótért miért nem izítette le, vagy már a nightbot nem működik? Már az emót után, emót spam után szokott kitenni embereket. Hát de sokszor nem működik, és akkor pont nem. Már ki is kapcsoltam amúgy. Ó, azt a fost. Jó, de most szerintem... aki biztos itt van és nézi, hogy mi lesz a döntés. Okay. Még jobban meg fog utálni, hogyha a mellett lobbizok, hogy bannoljuk. Figyelj, hogyha követjük, amit eddig
mondtunk, hogy mivel nem vállalt felelősséget, és nyilván nem a kis tesója írta. Tehát ezt most már hagyjuk is. Tehát akkor valószínűleg az összes üzenetét a kis tesója írta az üzenetei alapján. Igen, megnézed a 76 üzenetét, hát szedjél ki nekem egy olyat, ami értelmes, és hozzátesz valamit bármihez is. Sziasztok! Pizza Fini, ez jó. Tényleg kajás volt. Oldjuk fel, és kapja a nézőjét a megfigyelés zsangot, hogy miért a kömet. Van ilyen? Van. Van, de nem jó, mert telefonról nem látod. Nem, de gépen meg viszont látod. Legtöbbször telefonról. Azon a gyereken is van, aki beugatott nekem. Egyből kapta, bármi. Igen, kínál. Szóval, igen, az meg itt hozzátenném, tényleg valószínűleg ugye... Kiromból. Valószínűleg nagyon sok, akit itt ma, akiről ma beszéltünk, valószínűleg a többségük tényleg fiatal. Szóval azért ez hozzátartozik, hogy amikor én fiatal voltam, én is olyan ostoba voltam, mint a föld, és nem tudom, én is írogattam a szarságaimat az interneten az embereknek. Volt olyan, igen. És megértem, viszont nem tudom, értem, most nem tudom, meg lehet 13 éves, hogy a Twitch szerint, oké, most nem fog tudni eldönteni, de hogy a Twitch szerint ugye szabályos, hogy itt legyen egyáltalán. Nem. Szerintem nem. Fix nem? Hát, üzenetből kinézve, nincs szerintem 13 éves. Ja. Jó, utasítsuk el, és akkor mit írjak neki, hogy még fiatal vagy egy kicsit ide, mondjuk. És ez így nem gonosz, nem? Nem, ez pontjum, tökéletes. Tánc. Valaki beírta, hogy Kommer 19 az meg ki. Én vagyok, amúgy egy senki vagyok, de én vagyok. Ennyi. Nem volt könnyű az emelt szint, info volt plusz 10k. Utána egy hónapra rá, szia pinafej! Eddigi legjobb basszus. Pörlevi, nem volt könnyű az emelt szint, Pörlevi, info volt, Pörlevi 10k, Pörlevi, szia pinafej. Ezért mi a kurva anyámért adtok pont, keci? Hadd beszéljen meg velem. Hát pontosan ezért. Beszéljen meg neki. Amúgy kedves, Kommer... nem Paraleli, ahogy eddig valaki. Azért, mert nem írunk chatre olyat, hogy szia Pina fej senkinek. Tehát, hogy a streamernek se, a chatten levőnek se, senkinek. De izé, nem is egy hónap telt el a két úgy nyilatkozol csatelés egy között, hanem egy év. Ha megnézed. Kérelmembe utána, hogy... Tényleg. Kommer azért tűnhet, hogy néha szabadba vágunk. Sokat, ez... Hát egy év alatt visszatérsz. Kommer azért tűnhet, hogy néha szabadba vágunk, mert néha egyszer megáll a beszélet, gondolom a netettől. Ja, igen, megint meghalt a netem. Na mindegy. Ja, az a lényeg, hogy nem beszélünk senkivel se így, kedves Perlevi. Azért kaptad a bont. Meg Danika véletlenül adta a 600 szeket. Ja, a Levi az 18 éves. Tehát, hogy ő is bannolni akart. Körülbelül. Hát, nem csak szerintem. Ja, a francok a 19 éves körül lehet. De az a helyzet, hogy ezért, tehát ez a kérdés itt az Zoomban kérelemnek, ez az utolsó mondata, ez alapján én eldöntöttem, hogy én nem feltétlenül akarok vele beszélgetni sehol, vagy látni az üzenetét, vagy én bármi. Ilyen önben kérelmet ír be. Mert amúgy annyi, hogy szia pinafej, én megmondom az őszintét, egy 600 szek amúgy szerintem elég is lett volna. Viszont, ahogyan lereagált... Mondjad csak. Mondjad, Eszti. Tehát aki nem fogja fel amúgy azt, hogy miért kap bant, és de nem is gondolkodik rajta, az szerintem így meg se érdemli azt, hogy feloldjuk. Ja, Levi, szóval, hogyha itt vagy, haver, hogyha tényleg tavaly érettségiztél, és ez igaz. Biztos itt van. Akkor...
akkor van baj. Nem az, hogy van baj, hanem próbálj meg, nem tudom, egy kicsit valahogyan ne ennyire negatív, meg ennyire nem tudom, okolni másokat a te szarságod miatt, jó? Meg amúgy érted, ha netán tényleg nem értenéd, hogy ezzel mi lenne a probléma, akkor sem így kérdezel vissza, hogy ezért mi a kurva anyám irattok bont, geci. Tehát lehet ebben is visszakérdezni. Szerd össze magad, Levi, kérlek szépen. De legalább a saját anyját szitta. Ja, legalább a saját anyját szitta, ebben van valami, de én a saját anyja nevében kérek akkor elnézést. És így azért kipipáltuk a bondonási feloldási kérelmeket. Ügyesek voltunk. Ügyesek voltunk. Hogy jött még egyben, nem. Remélem nem voltunk annyira gonoszak, remélem nem voltunk túlságosan ilyen nagy lóról beszélő csávók, legalábbis én bízok ebben. És reméljük, hogy igazságot tudtunk szolgáltatni. Én egy kicsit gonosz. Bocsi. Hát, jó van. Kommer, fedd össze a netedet. Ja, kéne. Szóval Kommer lehet egy picit gonosz volt, azért a nevében is bocsánatot kérek a többiektől. Ezt így egybe így elmondtam. Igen, ezt mondtam, csak éppen a rúgát szerintem megrúgdosom, miután így végeztünk, hogy miért nem dolgozik. Figyeljetek, így igyekeztünk tényleg legalábbis én biztosan igyekeztem a legjobbat meglátni még abban az üzenetben is, hogy szar volt. El tudom képzelni, hogy amúgy mindenkinek lehet rossz napja, el tudom képzelni, hogy mindenki tud meggondolatlanul leütni egy rohadt entert, mert itt tényleg nagyon könnyű az interneten, itt a Twitch-en, a YouTube-on, Facebookon, TikTokon, bárhol. És szerintem nem kell olyan komolyan vennünk ezeket a súlytalan beszólásokat, vagy súlytalan esetleg véleményeket, hogyha ezt lehet annak nevezni. És mindenki tud tanulni a saját hibájából. Ennyi. Ja. Igazán bölcs gondolatok. Jó, a Modikák, köszi szépen, hogy segítettetek amúgy. Majd remélem, hogy legközelebb is jöhetek meg Zsuzsinak itt, hogy ne legyen ilyen jó szívű. Ja. Igen, reméljük, legközelebb is itt leszünk. És már szólunk Vicusnak is. Dehogy szó. Vica? Gyere bármikor. Nincs amúgy. Amúgy, hogyha nem lenne lenémítva nekem a Messenger beszélgetés, biztos szóltam volna. Nem vagyunk némítva. Majd nem a Messenger beszélgetés, hanem a telefonom. Na. Jó, de amúgy ezt elkenyelhetjük. Jó mentés, a kiskutyád volt, nem? Lenémítottam. Katinka lenémította a telefonon. Az, hogy nincs vicus, az a Réka hibája, mert ő nem szólt neki, pedig megkértem. De ember, ti is megnézitek, és én legalább válaszoltam neki. Ti csak megnéznek. Na jó, ezt vagy lerendezitek egymás között. Nem tudok vizim betartani. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Nem tekert a biciklit, azért nem látta leki az mocsetet. Köszi szépen, Réka, Eszti, Hercön, Candy, Kommer, hogy itt voltatok, és segítettetek eldönteni ezeket a Zoom-ban kérelmeket, és chat, köszi szépen, hogy ti is részt vettetek ebben. Folyt követszer majd, aztán szép hétvégét mindenkinek, puszi a pocitokra, szervusztok, csöcsök.